10 érdekes történelmi tény, amit nem fogsz megtalálni a töri könyvekben. Az emberiség történelmében még mindig számos titok és meg nem fejtett rejtély található, melyek könnyen lehet, hogy már sosem kerülnek napvilágra. Akadnak azonban olyan dolgok is, melyekről noha kellő ismereteink vannak, mégsem mindig kerülnek bele a történelemkönyvekbe és ezáltal a köztudatba. Első. A mamutvadászat egyáltalán nem volt jellemző az őskorszakban élt emberekre, mivel nem volt elég fejlett fegyverzetük ahhoz, hogy leterítsenek egy ilyen hatalmas állatot. Így ők inkább csak a már elpusztult mamutokat keresték, húsuk, a bőrük és a csontjuk felhasználása céljából. Második. A történelem 10 legvéresebb háborúja közül 3 Kínában zajlott. Harmadik. Tutanhamon fáraó sírjának pecsétje 3255 éven keresztül érintetlenül maradt. Negyedik. A legfiatalabb pápa 11 éves volt. Ötödik. Egyáltalán nem biztos, hogy Napóleon csapatai lőtték szét a Sphinx orrát, egy 1737-es vázlatrajz szerint ugyanis már akkor is hiányzott 60 évvel azelőtt, hogy Napóleon csapatai Egyiptomba értek volna. Hatodik. A 19. század elején az angol férfiak épp úgy kivihették a piacra árulni asszonyaikat, mint manapság szokás az állatokat. 7. A történelem leghosszabb háborúja Hollandia és a Scilly-szigetek között zajlott, és 1651-től 1986-ig tartott. 8. Ha pedig itt tartunk, a történelem legrövidebb háborúja az angol-zanzibári háború volt, mely 40 percig tartott. 9. A világhírű filozófus Jean-Jacques Rousseau mind az 5 gyermekét nevelő otthonba adta. 10. Az Egyesült Királyságban még mindig őriznek egy tortát Victoria brit királynő és Albert herceg esküvőjéről. Igen, ez az esküvő 1840-ben volt.